Február 25-én a Benedek Gábor városi sportcsarnokban rendezte meg a Kumadarasi KSE a 9. Kumadaras Kupa országos Ippon Sobu karate bajnokságot, ahol 24 klub 185 karatékája küzdött meg az érmekért. A Kumadarasi KSE karate szakosztályának vezetőjét, Hamari János kértük meg a sportesemény értékelésére. Hamari János vagyok, a Kumadarasi Községi Sportegyesületnek, a karate szakosztályának a vezetője. Olyan megtiszteltetés ért minket, hogy az idén mi rendezhettük meg, immár 9. alkalommal a Kumadaras kupát. A szakágunk, a Shotokan karate, azon belül is a versenyszabályzat az Ippon Sobu szakághoz tartozik.
Ez azért is lehet fontos az elkövetkezendőkre, jövőre nézve, mert ugye olimpiai sportág lett a karate, és ez a Ippon Shopu szakág, ez nagyon közel van a ebből kivált úgynevezett VKF rendszerű karatéhoz, amiben én úgy tudom, hogy ebben a kategóriában fogják majd az olimpiai rendezvényeket lebonyolítani a karatéban. Maradjunk egy picit a Kunmadaras kupánál, pontosan ennek a történetéről, hiszen 9. alkalommal kerül megrendezésre most. Igen, hát sajnos ez egy szomorú indítatásból történt. Még 2002-ben egy szomorú esemény, mint említettem, az egyik tanítványomnak a halála folytán emlékversenyt rendeztünk az ő tiszteletére, és a három emlékverseny után pedig átkereszteltük Kunmadaras kupára, nyilván itt a szülők iránti tiszteletből is, hogy ne húzzuk olyan sokáig ezt tehát a kisrác nevével ezt a rendezvényt, és gyakorlatilag én már 9. alkalommal, mintegy 4 év megszakítás után ismét sikerült olyan szponzorokat találni, akiknek a segítségével ezt a versenyt meg tudjuk rendezni. És hogy került ez a verseny Tiszafüredre, és azért látszik 9 év alatt szépen kinőtte magát? Igen, a kezdetekben ilyen 110-120 induló volt, most 185 nevezőnk lett a mai napra, sajnos ugye nem lettünk ennyien, mert betegségek folytán le kellett pár embernek mondani a versenyt. Azért került Tiszafüredre, hogy a kérdésére is válaszoljak, mert igazából itt van a Kunmadaras körzelében egy olyan színvonalú sportcsarnok, ahol ezt az eseményt meg tudjuk rendezni. A Kunhegyesen ugye épült egy új sportcsarnok, azt igazából nem ismerem belülről, de ennek a csarnoknak a rendezettsége, belső ellátottsága, felosztása teljesen alkalmassá teszi a sportcsarnokot arra, hogy egy ilyen színvonalú és volumenű versenyt meg tudjunk rendezni. Több mint 100 versenyző biztos nem a környékről érkezik. Így van, az egész országból érkeztek versenyzők. Immár a területi bajnokság, ami akkor területen indult, országos bajnokságán lőtte ki magát. Hál' Istennek a magyar GK karate válogatott teljes létszámmal, mellszélességgel itt van, és gyakorol a elkövetkezendő GK-i EB-re, ami Hollandiában lesz megrendezve. A mezőnynek a korosztálybeli elosztása az hogy néz ki? Legfiatalabbtól a legidősebbig? A legfiatalabbak azok a 8 évesek, és egészen a felnőtt korosztályig 2 éves korcsoportonkénti beosztásban kerülnek a versenyek megrendezésre, illetve van a versenynek egy különlegessége, hogy a haladó korcsoportban a Ippon Shobu, ami gyakorlatilag a igazi szabadkümitét jelenti, ott a 2-es, 3-as és a 4-es korcsoportban, tehát a 9-10, 10-11, 12-13 éveseknél ott éves felbontást alkalmaztunk, éppen a súly és a magasság beli különbségek figyelembevétele miatt. Egy nagyon színvonalas sportesemény, tehát Tiszafüreden a Benedek Gábor városi sportcsarnokban. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk! Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy jövőre ugyanitt találkozunk.